Evezés vízből mentéssel, lövészet, falmászás. Csak néhány az 5. Dunai hajós sportverseny feladatai közül, melyet május 27-én rendeztek meg a Monostori erődben, a nyugati és a közép-dunántúli régió szakközépiskoláinak belügyi képzésében résztvevő tanulói, valamint a komáromi szakközépiskolák csapatai számára. A sportesemény fővédnökségét dr. Latorcai János, a Magyar Köztársaság országgyűlésének alelnöke vállalta. A megnyitón Bóné Zoltán, a Nemzeti Versenysport Szövetség főtitkára köszöntötte a diákokat. A rendezvényen dr. Molnár Attila polgármester és Turi Bálint alpolgármester is részt vett. Itt vagyunk a Monostori erődben, a legimpozánsabb erődben az erődrendszer tagjaiként. Itt vagyunk a Dunaparton, és tényleg a környezet kímélésére, a vizek szeretetére, az egészséges életmódra hívja fel a figyelmet. És ugye mind olyan ismeretet fog majd adni ez a mai verseny is, meg ez a mai rendezvény, amely a mai világban azt gondolom, hogy elengedhetetlen, akár a sportterén, a sportlövészet, illetve egyéb más olyan sportokkal, vízisportokkal is lehet megismerkedni a fiataloknak, amit kimondottan én is fontosnak tartok. A városvezető hozzátette, a rendezvény hazaérkezett, és minden támogatást megadnak ahhoz, hogy az erőd állandó helyszíne lehessen a versenynek. A Dunai hajós sportversenyt a Fertőtavi Speciális Kutató és Mentő Vízipolgárőrség, a Duna Vízipolgárőr Egyesület és a Rendészeti Kiképzők Szövetsége szervezte meg. A verseny célja az, hogy a rendészeti, honvédelmi, önvédelmi, biztonságtechnikai ismereteket lemérjük a tanulóknál, tehát ez középiskolai tanulók számára, tehát az, hogy ők is egy képbe kerüljenek egy kicsit ilyen életszerű gyakorlatba, és mindezt azért valamilyen játékos formában nyilván, tehát versenyformájában. Minden évben növekvő létszámmal van, tehát nagyjából minden évben egy olyan 5-6 csapattal többen jönnek. Most idén 17, közel 20 regisztrált csapatunk van, és hát ugye a jövő évi verseny az a Fertőtavon tervezzük megrendezésre, hát oda olyan 24-25 csapat már most jelezte a részvételi szándékát, tehát ez egy folyamatosan növekvő létszám. Nagyon sok segítünk és támogatunk van, és hát viszik a jó hírét, remélem jó hírét a versenynek. A program lényege, hogy jól érezzék magukat a diák, kellemes emlékeik legyenek, és olyan gyakorlati tapasztalatokkal gazdagodjanak, ami által akár az életpályájukat is ki tudják választani, mondta Csaplár Zoltán, szövetségi polgárőrvezető. A napokban hallottam egy ilyen dolgot, egyes pedagógusok, világért sem akarom megsérteni azt a feladatkört, nem támogatják, hogy az iskolás gyerekek lőjenek. Mivel az brutális, meg stb. Ugye, ha beleillesszük ezt a mai világunkba, ezt a gondolatot, sokféleképpen lehet egyeztetni, de ugyanakkor hadd mondjam el, nekem a látókörömben van egy rendőrtiszt, aki szituációs lövészetben világbajnok, és 4. osztályos korában kezdett el lőni, és nagyon fegyelmezett életet élt a barátaival, a társaságával együtt, mert ezt a sportágot választotta. És úgy érzem, ez a mai program is olyan, amikor a fiataloknak a lehetőség fel van kínálva arra, hogy a rendészet és a mindennapi életünk biztonsága érdekében betekintést tudjanak nyerni, és megértsék azt, hogy szükség van a civil szolgálatra is, a polgárőr tevékenységre, aki meg kedvet kap rá, a katonaságnál, rendőrségnél szintén megvannak a megfelelő előképzések, hogy arra a pályára, ha akar menni, akkor még több információhoz jusson. A 4 fős csapatoknak több feladatban is bizonyítaniuk kellett rá termettségüket. 4 állomásunk van. Egy hadi játékon keresztül lövészet, fegyver, szét- és összeszerelés, álcaháló alatt kúszás gázálarcban, akadálypályánk még falmászással bővült, illetve kézigránátdobással, illetve vízi életmentő versenyszámunk van, ahol rafting hajóval kell evezniük a diákoknak, illetve életmentést szimulálva, mentőgyűrűt eldobva ki kell húzni a vízbe esett szemét, illetve őt újra kell éleszteni. Az ország számos pontjáról érkeztek csapatok. Kapui Kornélék, a Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum Szavária szakgimnáziumát és kollégiumát képviselték. Az első versenyen is részt vettünk már Szaváriából, szerencsére a Falkas József hívott meg minket akkor is, ő tett fel egy ilyen közleményt, hogy lehet jönni erre a versenyre. Részt vettünk azon, ügyesek voltak a gyerekek, akkor még 3+1 fős csapat volt, tehát a tanárnak is részt kellett venni. Szerencsére azt a versenyt azt megnyertük, azóta is részt veszünk a többi versenyen, ügyesek a gyerekek, készülnek rendszeresen. Milyen eredmények születtek eddig az ilyen hasonló versenyeken?
általában a dobogó környékén végzünk, nem mondom azt, hogy mindig a dobogón, de annak a környékén szoktunk. Sok csapat vesz részt mindig ezen a versenyen, tehát nagyon jó a felhozata, nagyon ügyesek a gyerekek, a többi csapat is nagyon ügyes, és tényleg le a kalappal minden versenyző, minden csapat előtt, mert mindenki mindig tényleg nagyon ügyes. A verseny folyamán látványos sport, önvédelmi és egyéb rendészeti szakmai bemutatók váltották egymást, valamint helyet kaptak rendőrségi, honvédségi és katasztrófavédelmi toborzópontok is. A diákokat vándorserleggel, éremmel, emléklappal és pólóval jutalmazták. Az Országos Polgárőrszövetség vizitagozata pedig egy nyaralást ajánlott fel.